Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ezúttal ez a felvétel 3 napra szól, október 4-ére, 5-ére és 6-ára. Én összefűztem a napokat, hiszen az energia nagyon hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek kapcsolatok. De vannak az ujjaink jógái is, és ennek van egy gyógyító hatása. Most mutatok egy gyakorlatot, ami segít abban, hogy megtaláld a nyugalmadat. Különösen úgy alvás előtt alkalmazhatod ezt a gyakorlatot, segít abban, hogy jól kipihent magadat, legyen egy mély álom, egy mély alvás vagy álom. A gyakorlat a következő. A hüvelyk ujjunkat így a mutató ujjal és a középső ujjal itt átöleljük. Marad a gyűrűs ujj és a kis ujj. Így összefűzzük ezeket is, és amikor belélegzünk, akkor gondoljunk arra a szóra, hogy nyugalom. Amikor kilélegzünk, gondoljunk arra a szóra, hogy ezt most én elengedem. Mutatom a gyakorlatot. Amikor belélegzünk, akkor összenyomjuk az ujjunkat, amikor kilélegzünk, kicsit elengedjük. Tehát a gyakorlat. És most mutatok még valamit. Ennek is van egy gyógyító hatása, mégpedig itt az energiákról van szó. Van különböző minőség. A tűz eleme, a víz eleme, a levegő eleme, a föld eleme és az éter. Az éter az jelenti a kapcsolatot az isteni hatalommal, vagy egy spirituális területet. A mai napon a horoszkópban nagyon sok bolygó van a Föld elemében. Azon kívül Jupiter bolygó a víz elemében van, az indiai számítás szerint. A Föld elemében van a Nap és a Hold, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó, és a víz elemében van Jupiter bolygó. És itt a dósák szerint ez a kafa energia, a föld eleme és a víz eleme. Tehát a mai horoszkópban és a következő napokban is a kafa energiája dominál, hiszen a bolygók mind a föld elemében és a víz elemében vannak. Ez a kafa energia az jelenti azt, hogy kell a biztonság érzete, vagy valamit meg szeretnél tartani. Előfordulhat, hogy itt a napokban most nincs mozgás. Akkor kell a kiegyensúlyozottság, kell a mozgás, kell a tevékenység, hogy így egyensúlyozzuk ezt a kafa energiát. Ez lehet egy utazás, lehet sport, kicsit kimozdulni, és akkor az jól hat ki az egészségügyi állapotunkra is, vagy az energia mezőre. De fordítva is lehet, hogyha például valakinél a múltban nagyon sok minden történt, minden olyan stresszes volt, akkor a napokban ez a kafa energia segít abban, hogy meglegyen a nyugalom, a kipihenés, a visszahúzódás, hiszen ezeknél a személyeknél pontosan erre van szükségük. Az indiai számítás szerint a hold az a bak jegyében mozog, tehát a föld elemében, ahol Szaturnusz bolygó is van. A
az segít abban, hogy itt kialakuljon, formálódjon valami, elérjük a céljainkat. Mars bolygó az indiai számítás szerint a Bika jegyében van, szintén a Föld elemében, utal a férfiakra. Vénusz bolygó az a Szűz jegyében van, szintén a Föld elemében, utal ránk hölgyekre is. Ez olyan, mint egy nagy háromszög, hiszen a Bak jegye, a Bika jegye és a Szűz jegye kapcsolatban van így egymással. Az segít abban, hogy meglegyen a nyugalom, a biztonság érzete, és az anyagiak szintén fontosak, hiszen az is a Föld eleméhez tartozik. Itt megvan a férfi és a nőies energia között is a harmónia, és a Hold a Bak jegyéből az jó hatással van, és utal az érzelmekre. Itt lehet most érzelmekkel közeledni egymáshoz. Jupiter bolygó a halak jegyéből jól hat ki a Holdra, jól hat ki Mars bolygóra, ez szerencsét hozhat, vagy egy bírósági ügynél rendeződnek a dolgok. Ránk hölgyekre, tehát Vénusz bolygóra, Jupiter bolygó kicsit másképp hat, hiszen szemben áll. Itt tükröződik valami. Lehet, hogy van egy bizonyos helyzet, amit eddig igazságtalannak láttunk. Itt kell most az egyensúly, ez olyan, mint egy tükör, bele kell nézni ebbe a tükörbe, tehát oda kell figyelni bizonyos dolgokra, és középen találkozni. Itt van egy aranyszabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Nem szabad eltúlozni a dolgokat, de nem szabad elszaladni az események felől sem. Jupiter bolygó hatása alatt lehet egy jó ajánlat, tehát oda kell figyelni ezekre az ajánlatokra. Jupiter bolygó hatása alatt lehet egy bírósági ügy. Erre is oda kellene figyelni, vagy megkérdezni azt, hogyan mind állnak a dolgok, és Jupiter hatása alatt lehet egy bizonyos helyzet is, amit igazságtalannak találtunk eddig. Erre oda kell figyelni, de nem szabad eltúlozni a dolgokat. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. Negyedikén a Hold, az Utarasada holdházban van, ennek a jelképe egy elefánt. Ez jelenti az élet erőnket, ahol most mi be tudjuk bizonyítani magunkat. Tehát a célok elérhetőek. Ötödikén és hatodikán délelőtt a Sravana holdházban van a Hold. Ennek a szimbóluma egy orr, ami azt jelenti, hogy hallgassuk meg mások véleményét, figyeljünk oda valamire, tehát oda kell hallgatni valamire. Vagy azt is jelentheti, hogy mi közlünk valamit, és elvárjuk azt, hogy mások odafigyeljenek ránk, meghallgassanak bennünket. És ez volt a napi horoszkóp, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!